Diákok, pedagógusok, általános és középiskolák képviselői vehették át a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért járó elismerést. A díjazottak között volt, aki társas játékot fejlesztett, vagy iskolai programot indított a pénzügyi ismeretek bővítése érdekében. Külön elismerést érdemel az a munka, amit ezen a területen pedagógusok, oktatási intézmények és a diákok végeznek. Bízom abban, hogy az az elismerés, az a díj, amit most átvesznek, sokak felé közvetíti, hogy mindenki számára fontos a pénzügyek ismerete. A pénzügyi ismeretek oktatása 2020 óta a Nemzeti Alaptantervbe is bekerült. A díjátadón a pénzügyi tárca vezetője arról beszélt, hogy a körültekintően meghozott pénzügyi döntések megalapozhatják egy család anyagi biztonságát. Tény, hogy a háború hatásával szemben a kormány fontos eszközökkel lép fel, gondoljanak bele a ársapkákra, hitelmoratóriumra, rezsicsökkentésre. Ezek mind olyan pénzügyi döntéseket igényelnek, amely nem csak a kormány részéről jelent felelősséget, hanem a ügyfelek, az állampolgárok részéről is hasonló módot jelentenek. És ezek a döntések szándékaik szerint megvédik a családokat, és a családoknak lehetőséget adnak arra, hogy a megtakarításaikat más formában helyezhessék el. Ugyanakkor azt is fontosnak érzem kihangsúlyozni, hogy a család helyett a döntést senki más nem tudja meghozni. A pénzügyi tudatosság fejlesztéséért járó díjat harmadik alkalommal ítélték oda.